Jézus feltámadt és él. Köszöntelek benneteket a 2020-as húsvétnak az ünnepén, és öröm van a szívemben ezen a délelőttön, hogy ünnepelhetek, hogy ünnepelhetem a megváltómat, a szabadítómat, hogy ünnepelhetem az élő Istent, hogy ünnepelhetem az életet. És szeretném azt, hogyha most imádkoznánk, és imádságainkban dicsőítenénk az Istent, aki eljött ebbe a világba, értünk bűnös emberekért, meghalt értünk a kereszten azért, hogy kifizesse a váltságdíjunkat, és feltámadt és él, és az ő élete reménységet jelent számunkra, a jelen nyomorúságában is, a jelen válsághelyzetében is, és bármelyik egyszerű élet válsághelyzetében. Jöjjünk és hívjuk segítségül az ő nevét, hogy ez a húsvét ünnep ne egy megszokott ünnep legyen, hogy ez a húsvét ünnep ne egy rutinos, ne egy képmutató ünnep legyen, hanem valóban átéljük, valóban átérezzük, és valóban a húsvétnak a, az ereje, a húsvétnak a valós ténye, a Jézus Krisztus ereje és a Jézus Krisztus személye átformálja az életünket. Menj a édesatyánk, hálát adunk neked, hogy egy ilyen ünnepen, mint a húsvét ünnepen megállhatunk előtted, megállhatunk és elcsendesedhetünk, s köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy ezelőtt 2000 évvel, amikor a te fiadat elküldted és feláldoztad a Golgotai kereszten, mi érettünk az emberért, feltámasztottad a harmadik napon. Köszönjük, hogy hatalmad volt letenni, Úr Jézus, az életedet, és fel is vetted, mert hatalmad volt erre, hogy felvedd az életedet. És Urunk, hálát adunk azért, hogy a húsvétnak az ünnepe számunkra, ma élő keresztének számára, ma élő ember számára is az életet jelenti. Köszönjük, hogy a feltámadásnak az üzenete benne van ebben az ünnepben. És köszönjük, hogy ezzel erősíted mindannyiunk szívét, mert tudatosul bennünk újból és újból a mindennapjainkban az, hogy halandóak vagyunk, mullandóak vagyunk. És köszönjük azt neked, hogy a te lelked által ma, ezen az ünnepen erősíted a szíveinket, ott a családjainkba, ott az otthonainkba, bezárkózva, elzárkozva a külvilágtól, mégis találkozhatunk veled, Jézus jöjj, és állj meg ott a középen, a mi kis családi házunknak, családi kis szobánknak a közepén, és mondd azt mindannyiunk szívének, lelkének hallhatóan, hogy békesség néktek, hogy ne féljetek. Uram, szeretném hallani én is a te hangodat, és szeretném azt, hogyha ma, akik hallják ezt az ige hirdeti, és mind meghallanák a te hangodat. Kérünk, hogy tedd ezt lehetővé a te kegyelmedből. Amen. Lukács evangéliumából olvassuk a jól ismert történetet, feltámadási történetet, a 24. részhez nyissuk meg a bibliáinkat, és az első verstől így hangzik az Isten igéje. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, s magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem ismertek, nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a Proféták könyvében és a Zsoltáróban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattuk, mennyei erővel. Lukács Evangélium szerint ez a húsvéti történet, legalábbis egy része, ami a tanítványokhoz kötődik, és szeretnélek ezekből az igékből bátorítani a délelőtt titeket. Napjainkban egy, egyik leggyakrabban használt szó a karantén lett valószínű unokáinknak mesélt történeteink között egy előkelő helyet fog elfoglalni. Ez a mai helyzetünk, amiben benne vagyunk már egy néhány hete, és még benne leszünk néhány hétig, vagy hónapig nem lehet ezt tudni. Vajon kell -e 2020-ban a húsvéti ünnepen behozni a vírus járványt az ünnepbe? Ne tegyük-e az ünnepet is karanténba, hogy kizárjuk mindazt, ami történik a világunkban? Körülöttünk? Úgy gondolom, azért van ez a járvány, amiben benne vagyunk, hogy a 2020-as húsvétünk igazi legyen. Ma ünnepelnünk kell, de egy ünnep akkor jó, hogyha nem felszínes, hogyha nem képmutató. Ha visszanézek a múltunkra, az elmúlt éveinkre, akkor nagyon sokszor látom a keresztényeket, benne magamat is, hogy megszokott, unalmas, képmutató ünneplésben volt részünk bőven. Hív az Isten, hogy nyissuk meg elménket és szívünket ezen a húsvéton, hogy megértsük annak üzenetét, annak mély üzenetét. A karantén szót szeretném felhasználni, hogy az örökkévaló igéknek az üzenetét, az örökkévaló történetnek az üzenetét közelebb hozzam hozzátok ma. Elemezzük a karantén helyzetünket. Egy valós helyzetre adott válasz a karantén. Egy vírus pusztít most a világunkban. Elzárkózunk, hogy megvédjük magunkat, szeretteinket és másokat. A vészhelyzet negatív érzelmeket generál bennünk. Ezt láttuk az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban. A félelem egyre inkább eluralkodott rajtunk, aggodalommal töltött el bennünket. Kétségbe estek nagyon sokan, pánikba estek nagyon sokan. Olyan dolgokat tudtunk elkövetni ezekben a hetekben, amiket majd később, egy néhány hónap múlva már nevetségesnek fogunk tartani. Mélyen benne van a haláltól való félelem ebben a helyzetben. A legtöbb embernek a gondolatain már átfutott ez. Mi lesz, hogyha? a mi vidékünkre, a mi városunkba, a mi falunkba. Betör ez a vírus. vírus. Mi lesz, hogyha megfertőződnek a családtagjaink? Mi lesz, hogyha én megfertőződöm? Mi lesz, hogyha ez a halálomat fogja szolgálni? 2000 éve is a tanítványok hasonló helyzetben voltak. Igaz, ott nem egy vírus hanem az ő valós helyzetük az volt, hogy az ő mesterüket, akivel három és fél évet együtt voltak éjjel és nappal, éppen hogy kivégezték, és ők a tanítványai voltak. És logikusan, az elméjük szerint, ők következhettek a soron. Mivel a mester ellenségnek volt tekintve a farizeus, a zsidó vezetők részéről, és ha ők voltak a tanítványai, akkor ők is a mester után így következtek a sorban. Kétségbeesés, félelem, aggódalom és pánik fogta el ezeket a tanítványokat. És ennek az volt a jele, hogy bezárkóztak, valakinek a házába, egy felső szobába. Ott voltak, és a Biblia története erről be, hogy féltek, rettegtek, nem mertek kimozdulni és kimenni. Magukra zárták az ajtót. És ebben a történetben, és a tanítványok történetében is mélyen benne van a halálnak a ténye, és a haláltól való félelem. A félelemre úgy reagálunk, folyamatosan mindig, hogy elzárkózunk, begubózunk, a legdurvább jele és reakciója a félelmünknek az, amikor magzatpózba fejünkre húzzuk a takarót, és mély alvásba vonulunk, vagy szeretnénk elvonulni, csak hogy ne tudjunk a való világról. Mi az oka mindennek, hogy egy ember ilyen helyzetbe tud kerülni? Mi az oka mindennek, hogy egy társadalom bele tud kerülni ebbe a mély pontba? van -e egyáltalán oka, vagy csupán véletlen az egész, mert amúgy is véletlenül alakult ki az élet a Földön, és ennek a véletlen életnek a szeszélye az, hogy közben belekerülünk ilyen élethelyzetekbe. Vajon mi a válasz? Keresztjénként én hiszem, és neked is hinned kell, hogyha keresztjénnek vallod magadat, hogy oka van mindennek. És erre emlékeztetlek téged, hogy mindennek oka van. Emberként azt is érzékeljük, hogy nem jó félni, s vágyunk a félelemmentes élet után. Gondolj csak bele, hogy ugye minden napjaidat átszövi ez. Nem akarsz te félelemben élni, agódalomban élni, bizonytalanságban élni, és a szívünk, az álmunk vágya az, hogy félelemmentes életet éljünk. Vajon hol kezdődött el mindez? Vagyis a pánik történet, a világpánik története, a karantén történet. Tudjátok, hogy volt idő, az örökkévalóságot tekintve volt idő, amikor nem volt ismert a karantén helyzet a világon. A mennyben kezdődött el mindez. A Biblia történetében azt látjuk és azt olvassuk, hogy az egyik angyal, főangyal, akit most mi sátánként, ördökként ismerünk, annak idején Isten egyik angyala volt, fellázott engedetlenné vált az élő Istennel szemben. És Isten azzal ítélte meg, hogy, hogy kirekesztette a mennyből. És a mennyből kirekesztve pedig megengedte az Isten, hogy lejöjjön ebbe a világba, ahol mi élünk, és láthatatlanul a szellemi világból megkísértsen bennünket. És jól ismerjük az Ádám és Éva kísértésének a történetét, hogy ott van benne. Ott van benne a sátán, ott van benne az ördög, aki megkísérti az embert és a mennyben kezdődött el, de a földön terjedt ki, és teljesedett ki az Istentől való eltávolodottságnak, elzárkózásnak a gondolata. Isten kirekesztette a lázadást a gonoszta a mennyből, és aztán kirekesztette a föld édenből is. A lázadók eltávolodásukban karanténba vonultak, önkéntesen. Emlékezzetek csak az Ádám és Éva történetére, amikor Éva szakít a tiltott fáról, ad a mellette levő férjének is, Ádámnak is, és mind a ketten esznek a tiltott gyümölcsből, és miután megnyílik úgymond a szemük, ráismernek arra, hogy mezítelenek, és elkezdik magukat eltakarni egymás elől, és amikor tudják, hogy eljött a napnak az az időszak, hogy az Istennel találkozzanak, akkor meg elzárják magukat az élő Isten szemei elől, elrejtőznek a bokrok közé, a fák közé. önkéntesen karanténba vonul az engedetlen, a lázadó, a bűnökkel megterhelt ember. A szellemi világban vesztegzár alakult ki. Határokat húztak. Határokat húzott az Isten, aztán az ember maga köré, és Isten egy mély lelki szakadékkal büntetett meg minket, amelyet rajta kívül senki nem tud áthidalni. Ez azt jelenti, hogy a mi szellemi állapotunk sokkal durvább helyzetben van, mint a jelenlegi fizikai állapotunk. A szellemi világban mi tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk magunkat megváltani. Ebben a világban igyekszünk megoldani a válsághelyzeteket. Törvényeket hozunk, intézkedünk, mozgósítunk olyan embereket, akik ebben tudnak segíteni, és hiszem, hogy ez a válsághelyzet is meg fog oldódni. De a kérdés az, hogy a szellemi világban, a lelki világodban a válsághelyzetet kioldja meg. És a Biblia arról beszél, hogy mi emberek a mi magunk oldalunkról tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megoldani a helyzetet, nem tudjuk megváltani magunkat. A cél, cél az életünknek a, az irányultsága, és majd a, a cél, ahová belejutunk, önmagunktól, a magunk erejéből az egy szörnyű dolog, a kárhozat. És a tanítványokban épp ez tükröződik ki. Jézusban felismerték a mesiást, nagy reményeket fűztek hozzá, felcsillant a remény, hogy tehetünk valamit ebben az életben, tehetünk valamit a társadalmunkért, a népünkért, és aztán egyik pillanatról a másikra Jézus, a mesiás, a megváltó, a szabadító, meghal, és a tanítványok még mélyebbre kerülnek, mint azelőtt valaha voltak. A mesiás meghalt, minden remény oda. Vajon ebben a helyzetben Isten hol van a történetben? Mi Isten helyzete ebben a történetben? És az első fele a történetnek, a világtörténetének, az emberiség történetének, az örökkiválóság történetének az első fele az szó arról szól, hogy az igaz, az igaz Isten kizárta a nem igazat. Az egészséges levágta magáról a beteg részt a rothadó részt. Isten is elkülönül szentségében a tisztátalanságtól és a tisztátalantól. Isten egyenesen, rövidre zárta, kimondta halálos ítéletet. Ilyen a karantén helyzet. Egyenes és rövidre záró. A fertőzést így lehet elkerülni, és kordában tartani, meg megállítani. Isten szeretete is. Itt jön be a csodálatos dolog. Isten szeretete mégsem maradt alul. Nem maradt a bűn által okozott karantén helyzet uralma alatt. Ő az örökkévaló, még a bűneset előtt, azt olvasjuk a Bibliában. Neki a bűneset előtt megvolt a megváltásunk forgatókönyve. Amikor még a bűneinkben voltunk, hadd idézek majd igét, amikor a bűneinkben voltunk, a rendelt időben halt meg Jézus Krisztus értünk. Istentelenekért, mondja Pál a római gyülekezetnek. Mikor még bűneinkben voltunk, akkor rendelte el Isten, hogy Krisztus meghalljon értünk. A történet másik fele a húsvétnak a csodája, hogy a szabad, tökéletes bűnnel és halállal szemben immunis Isten letette dicsőségét, és önként bevonult a mi karanténunkba, a mi világunkba, a mi elzárt világunkba, a tőlünk elszakadt világba. Az Isten belépett önként, felvállalta a sorsunkat, közösséget vállalt, nem félve a fertőzéstől, nem félve a mi tisztátalanságunktól. Hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett, kivéve a bűnt, mondja a zsidókhoz írt levél írója. Hozzánk hasonlóvá vált, akik elszakadtunk tőle, akik tőle távol kerültünk, akik megfeledkeztünk róla, Generációkon keresztül, nélküle és tőle távol éltük az életünket, és az Isten az ő szeretetéből lejött hozzánk. Megízlelte a betegséget, a szenvedést, a fájdalmat, a megaláztatást, a gyalázatot és a halált. Az Ézsaiás proféciájából az 53. részben ezt olvassuk. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami mi betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, ami védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Jézus a karanténok karanténját viselte el helyettünk, hogy nekünk ne kelljen meghalni, elkárhozni. Óriási dolog ez, nagy pénteken ezt ünnepeltük, erre emlékeztünk meg. Hogy nem kell abban a mélységben nem kell azt a nagy árat megfizessük, mert ő magára vállalta. A húsvét üzenet a legjobb hír. Tudjátok mi a húsvét üzenetében a legjobb hír? az, hogy a karantén csak ideiglenes állapot. Az, hogy a halálfélelem alá való rekesztettségünk, ez ideiglenes állapot. Az, hogy a félelmeink, az aggodalmaink, a szenvedéseink, a betegségeink, a nyomorúságaink, ez mind ideiglenes állapot. Mert az élet győz a halál felett. Az élet győz a halál felett. Ez a húsvétnak az üzenet. Ezt hirdetem nektek ma. 2000 év óta erről szól a húsvét, hogy az élet győz a halál felett. Jézus nem tarthatta fogva a sír. Nem tarthatta fogva az embereknek a, a félelme, az embereknek a pánikja, az embereknek a gyásza, az embereknek a hitetlensége. Nem tarthatta fogva. Eltemették, mint mindenki mást. És így tekintettek Jézusra még a tanítványa is. Hát eltemették, meghalt, itt volt közöttünk, itt járt, ismertük őt, ember volt, de ott láttuk meghalni a kereszten, mi vittük el, begöngyölítve a testét, ott voltunk, betettük a sírba, rázártuk a sírt, meghalt, kész vége. Jöhetnek az asszonyok, akik találkoztak vele vas vasárnap reggel, húsvét reggelén, és mondhatják azt, hogy feltámadott és él, mi nem hiszünk. Jöhetnek a katonák, mondhatják ezt, ha Pilátus jönne, akkor sem hinnénk el, mi láttuk őt meghalni. És a normális az ebben a világunkban, hogy aki meghalt, az nem támad fel. Jézus nem tartotta fogva a sír, nem tartotta fogva az emberek gyász, az emberek hitetlensége. Ő feltámadt és él. Ő az első feltámadott a halottak közül, igazi feltámadott. Vannak feltámadástörténetek a Bibliában, hogy Isten kegyelemből feltámasztott néhány embert az idők során, de azok újból meghaltak. Rövid időre történt az ő feltámadásuk. Még egy néhány évet éltek, és majd ugyanúgy elmentek, ahogy mi elmegyünk és el fogunk menni, hogyha élünk még ebben a világban, mielőtt Jézus visszajönne. De Jézus Krisztus az első igazi feltámadott a halottak közül. Ez a történet is erről szólt. Megjelent Jézus a tanítványai előtt, megjelent az asszonyok előtt, megjelent 500 embernek a Korintusi levél beszámolója alapján, amíg itt élt fel, mennybe menetele előtt a földön, és megjelent ezeknek az embereknek. És megjelent is, megmutatta magát. Ott áll meg a tanítványa előtt, és azt mondja, hogy ne féljetek, legyen békességetek, nézzétek, én nem szellem vagyok, nem kerettegetek, hogy kísértetet láttok, nem gyertek és tapogassatok meg, érintsetek meg, fogjunk kezet, érintsétek meg a sebb helyeimet, lássátok meg, hogy én vagyok. És azt olvassuk, hogy a tanítványok még ekkor is ö, ö, örülni szerettek volna, de az örömük keveredett egyfajta hitetlenséggel, hogy tényleg az nem, nem, nem tudjuk elhinni. Örülnénk, hogy Jézus az, de nem tudjuk elhinni. És azt mondja, hogy Jézus még egy bizonyítékot hoz nekik. Szóval, Van-e valami ennivalótok? Gyertek, enni fogok veletek most. Lássátok, hogy én vagyok. Igen, ő feltámadott és megígért két dolgot említenék meg az ígéretei közül. Megígérte azt, hogy fel fog támasztani mindenkit a karantékkorszak korszak utolsó napján. Mert tudjátok, hogy a világunknak a története, a bukottságunknak a története az olyan, mint egy karantén időszak. Van eleje és van vége. Az eleje ott kezdődött a bűnesettel, és a vége akkor lesz, amikor Jézus ismét visszajön, és pontot tesz ennek az időszaknak a végére. Lezárja véglegesen, és megszünteti véglegesen a karantén állapotot. Ő megígérte, hogy fel fog támasztani mindenkit majd azon a napon. És megígérte azt is, a második dolog ígéret, hogy elhozza a bűn következményétől mentes élet ismét, életet ismét ebbe a világba. Mert azért van félelem, azért van aggódalom, azért van keserűség, kétségbeesés, azért van halálfélelem, azért van annyi depresszió ebben a világban, mert a bűnünk okozta mindezt, az Istentől való eltávolodottságunk okozta mindezt, mert elszakadtunk az élet forrásától, az életnek az urától. És Jézus, amikor ismét eljön, akkor minden szem meglátja őt. Mindenki meg fogja látni őt. Nem úgy, mint az első eljövetelekor, hogy csak az Izrael népe látta, és azok közül is azok, akik találkozhattak vele. Minden szem meg fogja látni az életnek az urát. És azok, akik hittek benne, Jézus azt ígéri nekik, hogy meg fogják tapasztalni, és át fogják élni egy örök kivalóságon keresztül, hogy milyen bűn nélkül, és annak a bűnnek a következménye nélkül élni. Mi nem tudjuk, hogy milyen ez az élet. A ma született gyermektől kezdve egészen az aggasztjánig mindannyian átélik az életünk minden napján a bűn következményét, a fájdalmat, a szenvedést, a nehézségeket, a nézeteltéréseket, a rossz és kellemetlen pillanatokat, a keserűségeket. El fogja hozni azt az időt Jézus Krisztus az ő érkezésével, amelynek a pillanatától többé nem lesz félelem, nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, és nem lesz halál. Húsvét azt üzeni, hogy Jézusnak hatalma van átlépni a karanténzárakat is. A karanténzárakat is. Neki hatalma van erre. Neki ereje van erre. Neki szabadsága van erre. Jézus nem tartja vissza semmi attól, hogy találkozon a szeretteivel. Azokkal, akik várják őt, még ha pillanatnyilag is be vannak gubozva a félelmeikbe, be vannak zárkozva a félelmeikbe. Ha te hiszel Istenben, akkor Istennek hatalma van arra, és akarata van arra, hogy meg, megjelenjen az életedbe. És az az Isten, aki számtalan szóra a Biblia története során az övéinek, a szeretteinek azt mondta, és azt üzente a pánik helyzetbe, az aggodalmassággal teli helyzetbe, a félelmekkel teli helyzetükbe, hogy ne féljetek, az az Isten most, ma, ezen a húsvéton is azt üzeni neked, hogy ne félj, hogy legyen békességed. Jézus oda megy be, ahonnan önként oda nem megy be, ahonnan önkéntesen kizárják. Egyetlen egy szomorú dolog van ebben a világban, és ez tény, hogy oda nem fog bemenni, ahol, ahol nem vágynak rá. Nem fog oda bemenni, ahol nem hisznek benne. Nem fog oda bemenni, ahol szándékosan ellenállnak és önkéntesen zárják ki magukat. Kérdés az ma ezen a húsvéton, hogy te melyik állapotban vagy. Saját félelmeit tartanak fogva. A környezetednek a félelmei tartanak fogva és bénítanak meg. Még a lelkedet is, az érzelmeidet is, a gondolataidat is. Húsvét van, a feltámadás és az életnek az ünnepe. Nem csak egyszerűen a feltámadás tényének, az élet tényének az ünnepe, hanem a feltámadásnak is az életnek. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hogy Jézus Krisztus ünnepe, az élő Istennek az ünnepe. Ne félj, bíz! Milyen állapotban vagy ma? A hitetlenség állapotában? A bűneid megkötözöttsége alatt vagy? Ez bénít meg? Ez nyomorít meg? Húsvét van? Az élet győzött a halál felett, és megint ez nem egy általános életfogalomról beszélek, hanem ő magáról, az életről, az élő Isten, aki egy személy, aki élő lény, aki alkotott bennünket, aki mindennek az ura. Ő az élet, győzött a halál felett, ne légy hitetlen, hanem hívő. A karantén és a halál ideiglenes. Jézusnak a történetében három napig tartott. Nem tarthatta fogva a sír, a megváltónkat, a szabadítunkat. Harmadnap feltámadott. Az élet örökké való. A karantén és a halál ideiglenes, lejár az ideje, az élet pedig örökké tartó. Igen, ennek a világnak, ennek a testnek az ideje le kell járjon. Frusztráló az, hogy elfáradunk, frusztráló az, hogy elgyengülünk, frusztráló az, hogy újból és újból az érzelmeink labilissá válnak, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Kényelmetlen félelmeket generáló az elmúlás, pánikot generáló az elmúlás ebben a világban. De húsvét van. Húsvét van. Mond ki, húsvét van. Jézus azt mondta magáról, hogy csak három nap is feltámad. Rólunk meg azt mondta, hogy az utolsó nap, amikor visszajön, feltámaz bennünket. Ne pánikolj, hanem higgy. Az élet győz a halál felett. A halára vár. A halál. A halára vár a halálos ítélet. Az, élet, az élet örök valóságra van ítélve. Lejár a járványnak az ideje, lejár a szenvedésnek az ideje, lejár a háborúknak az ideje, a gonoszságnak az ideje nem sokára. De a jóság, a szentség, a tisztaság, a szeretet, a békesség és az élet ideje soha nem jár le. Ez a húsvét üzenete. Ez a húsvét üzenete. Imádkozni fogunk, és a kérdés az lesz. Élsz-e vagy pedig halálfélelem alatt várod azt, hogy elmúljál? A húsait azt üzeni, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És azt Jézus Krisztus feltámaszt az utolsó napon. Erre a hitre hívlak. Gyere imádkozunk ezért a hitért, ezért a valóságért, ezért az állapotért. Ma ezt kell tegyük. Az életnek az ünnepén, a feltámadásnak az ünnepén. Kérjük az életet kérjük ezt az erőt, kérjük a győztes hősnek a jelenlétét, a kapcsolatát, a szövetségét az életünkre nézve. el, édesatyánk, hálát adunk a húsvét üzenetéért. Köszönjük, hogy évente újból és újból erőteljesen berobbansz ebbe a világba az evangélium üzenetével, a jó hírrel, hogy az élet győz a halál felett, hogy te vagy az életnek az ura, és minden felett úr vagy. Uram, bocsáss meg azt, hogy olyan sok húsvét telt el az életünkbe, olyan sok ilyen ünnep telt el az életünkbe, amit megszokottan tettük, képmutatóan tettük, amit úgy éltünk meg, hogy nem hallottuk meg, süket volt a fülünk, kizártuk a te hangodat, a te üzenetedet, kizártunk téged az életünkből. Urunk, kérünk, jöjj közel ma hozzánk, jöjj közel az erdővidéki emberek szívéhez, mindenkihez, jöjj közel azokéhoz, akik hallották ezt az ige hirdetést, ezt az igei üzenetet, és imádkozok Istenem, hogy teremts új szívet bennünk, imádkozok azért, hogy ajándékozz meg a hittel bennünket, Urunk, jövünk eléd, és letesszük a hitetlenségeinket a lábad elé, letesszük a félelmeinket, a szenvedéseinket, az aggodalmainkat, a fájdalmainkat, a panaszainkat, a betegségeinket, letesszük Istenünk a halálfélelmünket is, és meg akarjuk engedni neked és a te lelkednek, hogy betöltsön bennünket, hogy békességgel töltsön el bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te szabad felénk az, hogy ne féljünk, hogy legyen békességünk. Kérünk, hogy ezt munkált ki mindannyiunk életébe, a Te dicsőségedre, ezen a húsvéton is. Amen. Kívánok mindannyiótoknak áldott ünneplést a családi körben, a kis otthonaitokban. Ha magányosak vagytok és egyedül vagytok most a bezárva lakásaitokban, ne felejtsétek el, hogy nem vagytok egyedül. Az élő Isten veletek van és nem hagyott el titeket. Hívjátok be, hívjátok az otthonaitokba és engedjétek azt, hogy ott üljön az ünnepi asztalnál veletek. Isten áldjon meg benned.